Azt mondta neked, tudod, hogy ilyen sokszor eszembe szoktál jutni. A kereszténység miatt jutottál most eszembe, de egyébként máskor is, mert egyrészt néha azért így feldob az internet, tudod, meg a televízió, a média, hogyha valami történik így veled. Közben szóltok? Persze. Képzel, nagyon megtiszteltél, ezt elmondom, mert nem fogok hazudozni itt online. Amikor ezt a mondatot mondtad, hogy karácsony és kereszténység kapcsán eszedbe jutottam, mondtam valakinek, hogy figyelj, Isten jó, az egész élet hazugság, képmutatás, illúzió, de képzeld, van egy ember, aki ezt a mondatot mondta nekem, majdnem a legszebb mondatot mondtad ebbe az évben, csak mondom neked, és nagyon érdekes a reprezentáció fogalma, majd belemegyünk, de én nagyon örültem, hogy ezt mondtad. Igen, amikor mondtad, utána gondoltam, hogy én mindig megünnepeltem a karácsonyt, igazad van. Jé, és neked még eszedbe van, én már kezdem elfelejteni. Ez a pusztába kiáltott szó volt. Ezt a Keresztelő Jánosi mondatot választottam. Az első tilos műsorom is az ilyen volt. Én nekem nagyon érdekes, én valahogy így kötöttem. Én azt nagyon szerettem, hogy a tilosban nem volt ilyen álságos keresztény vonal, de volt zsidó keresztény vonal. Az volt a Bálint Pista meg én, és az jó érzés, hogy voltak olyan idők, amikor egy ilyen multikulturális rádiónak nagyon fontos volt, hogy legyen ez is képviselve. Aztán szerintem most már hivatalosan mindenki ezt képviseli, nem is érdekel az egész. És akkor te így felolvastál tök sokat egy Bibliából. Így heteken keresztül, mert ugye a műsorkészítő társadalmi a két ünnepekről mondjuk nem értek rá, vagy elment a tévészünet, te meg benyomadtad a stúdióba olvast. De kaddist is mondtak a zsidók nálam, tehát én ebben rendes voltam. Kettős vonalat nyomtunk. Idősebb testvéreimmel együtt gondoltam mindig. Csak hát én a keresztény vonal voltam, de mindennyire. Az lett volna jó, egyszer majd csinálok egy ilyen karácsonyi műsort, hogy leültetni egy asztalhoz egy zsidót, egy keresztényt, egy nem tudom, katolikus. Már megcsináltam. A Tilos Rádióban az öt világvallás egyszer bejött, az nagyon izgalmas volt. Most már mindenről lehet beszélni, mert meghalok, meg nem érdekes semmi. Képzeld, mondta a Köves Lomó rabbi, most jó neveket mondok, de nem érdekes, így történt, hogy bejön a Tilosba. Meghallott a Kránit a teológián, bemennek a zsidók, hát akkor bemegyünk mi is, ő volt akkor a teológia dékánja, és ott volt az öt világvallás egy ilyen komoly képviselője, és az volt a vicces, hogy kértem a műsorban, hogy mindenki mutatkozom be. Na tudod, ki verte meg alázatba a többieket? A muszlim testvérem, aki azt mondta, hogy mindenki mondta, hogy én ez vagyok, az vagyok, ő azt mondta, hogy én templomszolga vagyok. Ja. Én takarítom. Én ott takarítom. Így van, köszönöm. Na sziasztok, ez itt a Szamárpad adása, Stürlitz vagyok Luxemburgból. Mai vendégem Bakács Tibor, settenkedő. Használod már a settenkedőt? Már nem. Mai vendégem Bakács Tibor takarító. Mai vendégem Bakács Tibor takarító. Ismerjük egymást régóta, és tudom, hogy neki ilyen nagyon erős kapcsolata van ugye, a kereszténységgel, és a karácsony nyelven szerettem volna beszélni egy-két dolgokról a karácsonyra kapcsolatban, meg úgy általában a kereszténységről. Megnéztem, van egy ilyen film, az a cím, hogy Zeitgeist, azt hiszem három részes sorozat, és az egyik részben nagyon foglalkozik a vallások kialakulásával, konkrétan a kereszténységgel jobban, arra próbál rávilágítani, hogy a karácsony igazából az, hogy december 25-én van, az ugye inkább annak köszönhető, hogy a pogány ünnepek, Hórusz születése, Dionüzos születése ugyanerre az időszakra tehető, ez a téli napforduló, amikor a legalacsonyabban áll a nap, és a legrövidebb ideig van fenn az északi félgömbről nézve, és ugye ez az európai, tehát a mi kultúránkban
ez volt az több ezer éve is, amikor ugye a sötétség felett győz a fény, és ugye ezek a pogány mond a világban, a jó és a rossz küzdelme, a sötétség és a fény küzdelme, és hogy azért tett a katolikus egyház is, vagy valamelyik zsinaton, nem tudom, hol határozták pontosan, hogy ekkor ünnepeljük így a karácsony. Valószínű, hogy olyan január 15-24-e környékén lehetett az, amikor Betlehemben indulnak a szamárral, de úgy van, ahogy mondod, hogy általában a vallások, nagyon pontosan fogalmazol, megpróbálnak szimbolikus kapaszkodókat fogalmazni. Nem látom nagy különösebb jelentőségét, hogy ez miért lényeg, akkor ünnepeljük, igen. Engem nagyon foglalkoztat ezt ott a Bibliának a történéseit, mennyire lehet lefordítani a régészeti bizonyítékokkal is alátámasztható dolgokra, tudod? Tehát például, nem tudom, az özönvíz egy ilyen témakör, amit szoktak kutatni geológusok, hogy vajon volt-e ilyen özönvíz. Aztán ez is folyamatosan fejlődik. Ja, azt értem az egyházannál, hogy minden korábbi vallás, ebben a pogány vallásokat is értem. Ugye a pogány vallásoknál nem arról van szó, hogy nincs igaza, hanem ahogy elgondolja a dolgot, abban van különbség. És hát az, mondom azt, hogy az Artemis templomokra épültek rá a katedrálisok, ez nekem szinkronicitás, de azért csak mondom neked, hogy bár vallásos szervezet tagja vagyok, mindig gyorsan mondom, hogy azért én inkább hívő lennék, tehát a vallás bizonyos értelemben a kábítás vagy az ámítás egy formájának tartom, ami történelmileg természetes, de csak mondom, hogy az, hogy Jézus szűzen fogantatott, az számomra nem probléma, a vallások számára számtalan probléma van előírva, amit nem is nagyon tudnak megoldani, de egyszerre vagyok vallásos is, meg hívő is, tehát mondom neked, hogy nem fogom védeni a történet védhetetlen részeit. De, aha, hogy egyből a közepébe vágjunk, hiába érted, most úgy mondom, hogy mint katolikusként mondom azt, hogy hiszem a szűzen fogantatás, de egyébként nehogy azt hitt, hogy a katolicizmusomnak, bár ez lényege, és nem értem a többi vallásban, nem értem az ő problémáikat. Tehát azért mondom, hogy kettős alapág, vagy kettős tudatom van, vallásos és hívő is, mert én értem, hogy a szimbólumokhoz kötik a jelentéseket, másrésztről meg igazat adok Szent Brigittának, aki azt mondja, hogy nem tudod elképzelni a szűzen való fogantatást. Nem tudod azt elképzelni, hogy egy vizes poháron átsüt a napfénye? Hoppá-hoppá, Szent Brigittána előtt mindenki letérdelhet, aki ebben nem tudja belegondolni magát, az nem katolikusna. Így mondom. Azért mondtam ezt egyből, hogy elválasztom a többi vallástól a identitásomat. Az például hisz a szűzen való fogantatást a karácsonyban. Mert karácsonyról van szó. Aha. Te egyébként nekem egyszer mesélted, hogy hogyan tértél meg nagyjából, vagy hogyan lettél keresztény, katolikus. Annak ellenére, hogy katolikus családba születtem, aha, ugye azt kell, lehet mondani, hogy szentileg különös kegyelme kell hozzá, hogy az ember megőrizze a hitét, hogy a keresztények között él. Anyám, apám is az volt. Nem tudom, hogy annak neveltek-e, de végül az lettem. De nem jártál hittem. Szártott, állandóan francia egzisztencialistákat kellett olvasnom. Szerintem anyám avval segített, hogy a kereszténység legnagyobb ellenségét olvastam fiatal koromban, hogy végül az lettem. De egyébként, de nem jártál hittanra, meg ilyesmi. De azt mondom, klasszikus keresztény család voltunk, ilyenre beirattak, nem figyeltem. Az az érdekes, amikor majd felnőtt korban beiratkozom a teológiára, ez még a szocializmus, és bementem a teológiára, és később a Bolberic mesélte el, ez jó történet, hogy mondtam, hogy szeretnék ide járni, és fölvett titkos teológia hallgatónak, és később kérdeztem tőle, honnan tudtad, hogy nem vagyok besugó? És akkor azt mondta, Tibor, butánskodsz, a becsukók neveit megkaptuk, akiket föl kell venni. Voltál rajta. És így ilyen civilben végeztem végig, de az sokkal később. Aha, azt el is végezted akkor? Nem, három év után abban nem akartam pap lenni,
hanem az alapozón akartam részt venni, az jó is volt, tehát olyan filozófiai, hát nagyon puszi helyzetben voltam, Nyíri, Bolberic, Banyó, nagyon komoly fickók tanítottak. Örülök neki, mert egy idő után már ideje volt egy kicsit tanulni, de ez akkor már 26-27-8 vagyok. Ez egy kicsit elkanyarodok ettől, majd visszatérünk a karácsonyhoz, hogy most eszembe jutott az egyház is nagyon nyomult, meg a kormány így a homoszexuálisokat így kirekeszteni mindenféle ilyen az alkotmányba, stb. Hogy ez az egyháztól milyen szemétség, ez ugye nem csak azért, mert hogy ugye ez mindenféle keresztény tanításnak ellenmond, hanem ugye az egyház maga is így évszázadokon keresztül kvázi ilyen lehetőséget, vagy ilyen oltalmat adott homoszexuálisoknak, akik a papi hivatást választották emiatt, hogy ugye ne kelljen az életben ilyen nyomorúságos tengőműk, ugye, mert nem vállalhatják a nem identitásukat. Hát de éppen azért jó, hogy erről beszélünk, egy fordulópontnál vagyunk, áldásik, ami de a tó Isten neve. Mondok neked egy példát rá, elképesztő. Tudod, mi hívők nagyon sokáig, második János pápa már utalás volt Ferencre, de amikor Ferenc, és most a többieknek mondom, amikor egy pápa azt mondja, hogy Dixi, mert nem volt írásbeliség, tehát mondtam, az onnan fundamentum dogma volt. Tehát rendkívül jelentősége van annak a mondatnak, hogy Dixi. Uh-huh. És akkor, amikor jön ez a kérdés, a gender kérdés, homoszexuális kérdés, akkor az én Ferenc pápám, áldatsága midató Isten neve, azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem ezeket a fantasztikus forradalminak tartom. Eljött a Szentlélek pillanata, lebuknak a képmutatók, lebuknak a pedofile, igen, a kettős magatartás. Ez ennek a karácsonya, ugye ez érdekes, mert magyar vonatkozása is van, de mondom neked, hogy ezt mi hívők végtelen kegyelmi állapot. Tudod, mi volt a protestantizmus? Kegyelmi állapot volt, amikor a katolicizmusról leszakadtak azok, akik nem akartak több üzleti, de aztán mindegy, hogy később hogy alakul, de van, és mi ezt hiszük, katolikusok, hogy megtisztul az egyház. Például jön egy Ferenc pápa, és olyanokat mond, hogy mindenki letérdelhet. Nem teológiai tételeket ír, hanem mint pápa úgy beszél. Így, és ezt én fontosnak tartom. Innentől tényleg az a probléma, hogy a bíborosok, én nem hatódok meg, ha valaki püspök bíboros, tudnod kell, hogy akkor is az egyház tagja voltam, amikor Lékai vagy Pacskai, ők besugó bíborosok és felkent értségek voltak, tudod? Tehát az egyház története bonyolultabb, mint a hatalmi történet. És mi akkor is az egyházat szolgáltuk, tehát azon, ettől nem hatódok el. Most lebuknak. Azért nem szeretem őket, mert most nagyon durvát mondok, ez nem mehet tovább. Nem mehet tovább az egyházon belül, ezért Ferenc pápa is ki fogják szorítani őket. Képzeld el, most történik ez. Ahogy hát ilyen szempontból Szájer József testvérnek nagyon sajnálom, mert ő csak a fark ennek az egész történet. Azt gondolod, hogy van ilyen most a Vatikánban? Elindult egy ilyen... Hülyeskedsz? Most történik. Hát persze. De nem, nincs lejátszó a dolog, ott az Opus Dei, ott vannak a gonosz erők is, csak mondom neked, hogy dehogy nem. Egyház szakadás elé néztem be a katolikus egyház, mert nyilvánvalóan visszatámadták Ferenc pápát egy csomó vonatkozásba. Én belemennék a szakadásba is, igen, ne legyen a gyerekekkel, ne legyen közösségünk. Igen, egyetértek. Nem a melegség a probléma, hanem a magatartás és a gondolkodás és a képmutatás. Sajnos átjárta az egyházunkat, nagyon-nagyon, olyan érdekes, mindegy, én szégyeljem magam, nem tudom, igen, talán igen. De ismerek olyan papokat is, akik nem ilyenek. De akkor mindig erre gondolok, nem sokat, de ismerek. A szerencsétleneknek, ez nekik lehet a legnehezebb ezzel, hogy ők ugye jobban, ők ezzel ismerik ezt a helyzetet, ugye én csak hallomásból, ők meg benne élnek. És ugye mégis ezt elfogadni tudod, meg hogy nem. Azért mondok, nem mondok nevet, nehogy baja legyen miattam, de azt mondja nekem egy pap, tényleg, Tibor, annyi a megélhetési pap. Ezt mondja, és elkezdtem vigasztalni. Valami szükség van rájuk. Igen, igazad van, nagyon szent, nagyon nagy tiszteletű ember, és nem lehet, ez olyan, gondoltam erre egyszer, beszéltem, képzeld, becsületes rendőrökkel, nyomozókkal, vannak ilyenek. Hihetetlen. És ők is bevallottak, állandóan féltek, hogy hátba lőlik a kollégák.
Igen, az rettenetes úgy élni, hogy tudod, hogy a kollégáik nem igazak. Neked van ilyen rangsor? Szokták mondani, hogy a húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. Én legalábbis... Hát én ilyen hülye bölcsész vagyok, nekem a nagy csütörtök. Látod, nagyon érdekes, mert nem akarom mondani, tehát én nem akarok senkit felháborítani, nekem a katolicizmusom az ilyen nagy csütörtök. Nagy csütörtökön van az átváltoztat, ez az én testem, ez az én vérem. Nagy csütörtökön árulja el Júdás. Nagy csütörtökön megmossa a tanítványok lábát. Hát nekem a nagy csütörtök, az, ezt nem is aztán. És az ugye húsvét előtt van, de hát nem akarom a karácsony se, csak mondom, hogy figyelj, Moriáknak van egy könyv, a nagy csütörtök, ez egy egészen kicsi könyv, azt ajánló, könyvajánló, hát remek mű, jó, Nobel-díjat is kapott, de tényleg 50-60 oldalban elmondja, én, nekem azért érdekes ez a könyv, mert például az alapján meg tudom mondani, hogy mit szeretek Krisztusban, hogy ő milyen, azt ez alapján meg tudom mondani. És nem tudom, mert nagy, meg figyelj a tilosba, azért volt péntekenként az adásom, mert az volt a szlogen, hogy nincs remény, megöltük az Isten. Nekem a péntek is fontos volt, mert azért nem szeretném eltagadni a tényt, hogy azért nem a zsidók, csak szólok, hanem egy római katonák azért keresztre feszítették. Tehát azért az is van. Uh-huh. Ugye ez ebben pszichológiai zsarolás volt, mert azt mondom, hogy nincs remény, megöltük az Istent, akkor az ember háborog, és belőle azt mondja, de van Isten, és nem öltük meg. Tehát egy kicsit gonosz, tehát ilyen marketing technikákkal éltem. Most már a péntek nem fontos, de 25 évig fontos volt. Úgy gondolom, 25 év után lehet váltani. A feltámadás még mindig mesésnek képzelem el. Képzel, nem a feltámadás érdekel, hanem hogy találkozok Istennel. Ez most már világos számomra a csomó ok miatt. Ha van feltámadás, hát nem baj, az jó, érdekes, nem tudom. Feltámadás, hogy képzeljem el? Van valami önképpen magamról, az azért nem támad föl, vagy nem is érted, tehát így igazán képzeletem kevés hozzá. Kézzel van egy mondat a Bibliában, azt nagyon szeretem, hogy és majd akkor beszélni fogunk. Mintha lenne még egy utolsó vitatkozási pillanat, ez a tisztító tűznek is volt, mindegy, hogy minek fordított. Hát ott van, olyan van két-három olyan kérdés az életemben, amire csak ott fogok választ kapni, emiatt is várom. Tehát tényleg nem az, hogy egyrészt nagyon sokat éltem, meg izgalmas volt, másrészt meg van pár kérdésem, nagyon komoly emberi szempontból, amit nem értek. Nekem a karácsony volt így gyerekkoromban így a legfontosabb, ugye szerintem, vagy keresztény ünnep, ugye minden gyereknek szerintem nagyon várja a karácsony. Aztán, amikor felnőtt lettem, kezdtem-e nem annyira szeretni, ugye a komercializálódása miatt, meg hogy ez van ez a nagy rohanás előtte, tudod, a készülődés miatt, meg hogy minden időben meglegyen, stb. Nagyon stresszes, ilyen frusztrálónak volt nekem a karácsony előtti időszak, és már nagyon utáltam, de mikor a karácsony napja elérkezik, akkor azt vettem észre, hogy akkor mindig megszáll valamiféle ilyen különös ilyen állapot, amilyen, főleg szenteste, amilyen tényleg egy ilyen elmélyülés, ilyen valamiért ez nekem szomorú egyébként a karácsony, még érdekes, hogy pedig ugye ez a megváltó születése. És akkor, tudod, ez a, elcsöndesedik minden így a városba, akár én szoktam néha elmenni sétálni, vagy futni, meg ilyesmi karácsonykor, mert nagyon élvezem, hogy nincs senki az utcán, de mindig van egy ilyen furcsa misztérium a számomra, vagy ilyen megmagyarázhatatlan dolog ez a karácsony este nekem. És akkor érzem tényleg ezt, hogy így jelölt a szeretet, vagy meg így a megbocsájtás a csomó ember iránt, meg a sok dű, ami is felhalmozódik bennem, így az év folyamán, és arra szoktam gondolni, hogy mennyire felesleges. Szóval, hogy van ennek valamiféle ilyen pszichózis ennek a karácsonynak, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Hát persze. Mm. Egyébként egyetértek veled, végül az, ami karácsony alatt történik, azt én is megutáltam, ezt a termékcsere mozgalmat, aztán próbáltam törekedni arra, hogy ne termékeket, tárgyakat adjunk ki egymásnak. Vannak ötleteim egyébként, csak hogy mit tudom, segítsek a most karácsony előtt. Például adsz egy papírt, és ráírod valakinek, hogy megígérem.
odadod, és azt mondod, hogy egy év alatt egyszer felmutathatod, és kérdés nélkül azt a problémádat megoldom. Az jó. Nem pénzt azt, hanem magadat. Igen, azért mondom, hogy vannak megoldások, de igazat mondok neked, hogy azért én hát két szerelmem, akitől gyerekek vannak, azoktól elváltam, addig nagyon jó volt a karácsony, onnantól meg nagyon más lett, és igazad van, ott a szomorúság is, de én amikor, most már nagyon érdekes a karácsonyom, ez nagyon érdekes, régen normális volt, mint az embereknek, most már egyedül vagyok, és szinte az egész napot nagyon érdekes, idős fejjel, most már karácsonynak szentelem. Korábban ez nem így volt, majdnem 24 órában, ami annyit jelent, hogy fölfogom sajnos, persze megszületik a kisfiú, de hát sajnos tudjuk, hogy meg is, tehát ahogy születik, meg is fogják feszíteni. Tehát nem lehet a karácsony szomorúság nélkül. Nem tudom elképzelni azt, hogy tudtunk volna együttműködni a fénnyel. Hát mindegy. Mindegy, figyelj, a történet annyira szörnyű, a karácsonyi történet. Tudod, miért születik? Ugye, egyszer a média hatóság meg akart büntetni engem, mert ezt elmondom, mert tényleg már mindent leszarok, mert azt mondtam, hogy istállóba született a Jézus, a jászolt kellett volna mondanom, tudod, képmutató. És akkor a Szalai Anna Mária be akart terelni, és annyira fölháborodtam ezen az egészen, hogy kiküldtem Rómába, és kézzel rómaiakkal kapcsolatban vagyok, az adást. És visszaválaszoltak, hogy Tibor, pereljék be, adunk védőügyvédet. És akkor az még az értelmesebb Fidesz volt, ő lehátrált, elhívott kávézni. Csak azt mondom, hogy nem fogadták be Krisztust. Úgy kezdődik a sztori, hogy nem fogadják be sehol, egy istállóba kell születni, a világ megváltozik. Azért mondom, hogy ez a migránsozás, ez nagyon korai, ez a kirekesztés, ez nagyon korai. De hát ugye mindig érdekes, hogy a megalázottság pillanata, meg fantasztikus szín, ugye a Betlehem most már egy szimbólummá vált, de igazából nagyon kemény, ha belegondolunk. Állatok között születik. De megírja János is, hogy a fényt, a sötétség nem fogad. Nem fog, tehát a be nem fogadása indul a történet. Persze különböző, ugye volt-e három király, vagy ezek most már megint a vallási tradíció lényegei, vagy részei, de a pásztor történetbe hiszek. Ez, ahogy hiszek a halászok, mint tanúk. Gondold el, kik lesznek a tanúk? Alkalmatlan emberek. Péter a legalkalmatlanabb. Nagy a pofája, állandóan mi baj, én kitartok bele, te tudod, ő tagadja meg először, tehát hogy kb. Be lehet lőni, hogy ki... de pont ez az Isten élő fantasztikuma, hogy ez is elég. Ez is elég lesz erre a történetre. Gondold el, mennyire Camus ebben nem tud belenyugodni, hogy amikor Jézus megszületik, a körül levágnak 2-3 ezer gyermeket, mert kajafásik azért politikai okok miatt szoronganak, és akkor hát vágjuk le a gyerekeket. Tényleg rettenetes nagy pillanat, de tényleg azt hiszem Pál alapján, hogy a karácsony jelentősége abban van, hogy ő megszületett, legyőzettetett a bűn. Egészen addig azért azt nem lehetett állítani 100%-osan, sőt, még ha így beleérzem magam, hogy hogy élek pandémiában, mit, most is azt nézem, hogy nem sikerült a dolog, de érdekes a karácsonynak ez a mondod, a pszichózisa, hogy valahogy, én a szenzus kommunisznak is mondhatjuk, vagy Szentléleknek, kiárad az emberben az, hogy egyrészt minden hiába való, másrészt végül is győztünk. A jó, az evangélium annyit jelent, hogy jó hír, de Jean Vanier pedig azt mondta, hogy azt el kell fogadnod, Tibor, hogy a vesztes csapatba tartozol. Ez a kettőség, ez nagyon nehézé teszi lelkileg ezt az egészet, hogy persze, hát lekötnek, megvernek, megaláznak, de mégiscsak jó úton haladsz az ügyben, hogy hát ha görögösen fogalmazom, jobb vagy Teréz anyásan fogalmazom, jobb megalázottnak lenni, mint megalázónak. És ez itt ebben a pillanatban szétválik. Döntened kell, hova tartozol. Fény vagy sötétség, így vagy úgy, de döntesz. Vagy cselekedeid, vagy lelkis, vagy szavaid alapján. A politikusok meg nehéz helyzetben vannak, én nem lennék politikus szegények. Arra gondolsz, hogy mint hívő tartozol a vesztes csapatban, mint aki tényleg igen, hisz? Igen, de olyan vesztes csapatban, amit bevállalok előre,
Tehát nem gondolom, figyelj, ne gyűjtsél magadnak semmit a földön, mert nem kell neked. Hát akkor nem hiszel a gazdagságban, már itt vesztes vagy. Azért tudom, milyen jó egy gyors autó. Volt gyors autó. Ja, volt, én éltem jó életviszonyok között, meg ilyen jappiké. Arra azért emlékszem, azért a jó autóban az a jó, hogy jó. Nem csúszik meg kanyarba. Tehát azért van a technológia. Mert igen, és akkor ezek mind, szép lassan mind lemondasz. Vagy nem tartod fontosnak, nem kell lemondani, de nem tartod fontosnak. Jó, de hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert én loptam, tudod, és az nagyon jó, hogy végül is elbuktam nagy nyilvánosan. Én már nem gondolom azt, hogy nem vagyok bűnös. Azt mondta Bolberis, hogy az a baj a bűnökkel, hogy elfelejtjük őket, és nem bánjuk meg. Igen, most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy mégis érdemes lenne elvégezned a teológiát. Újra nem, neki menni. Nem, én olvasok többet, azóta is nagyon sokat olvasok, nem kell papír. Hát azért van három diplomám, érted, meg két embernek a doktoriát megírtam, de titokban nem kell nekem papír. Nem kell de lehet, hogy ez lenne az igazi hivatásod, hogy így prédikálni. A jó értelme hát mindig is azt tettem, tehát... azt nem értettem, hogy miért rúgtak ki a tilosból, érted, nekem az nem a tilos közössége miatt volt probléma, hanem Isten miatt. Mert van egy olyan mondat, hogy hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan, te vagy a tanú rá, azért mondom, hogy nagyon örültem. Hát én mindig nyomtam, aztán végül már semmi se lett. Csak hát nekem most, hogy pandémia van, azért mondom, semmi se lett, mert a Magnetbankban volt egy ilyen beszélgetős estem, azt ilyen online adásnak gondoltam föl, csak audiális térbe. Azt nem tudom, de nem baj, nem baj. Szoktál karácsonykor menni ilyen karácsonyi misére, vagy templomi koncertre? Az ikon fölrakom gyertyákkal, imádkozok sokat. Ja, figyelj! De csak karizmatikus vonalat csinálok, francia. Francia karizmatikus vonalja. Á, és akkor én egy időben ezt nagyon élveztem, különben én tudod, éltem ilyen Malajziában, ahol az ilyen muszlim ország, és ott bár ünneplik a karácsony, de ugye jóval mérsékeltebb, mint nálunk. Van fenyő, vannak mindenhol bevásárlóközpontokban dekoráció, minden, amit akarsz. Igen, igen. Megy a Frank Sinatra Jingle Bells. Igen, szörnyű a Frank Sinatra. Igen. Nagyon érdekes a Frank Sinatra, de az első felesége Frank Sinatra rajongó volt. Én nem csak karácsonykor hallgattam Frank Sinatrát, nekem egész év karácsony volt, igen. Hát figyelj, ez a német, ebben van sok minden, Coca-Cola, német vonal, minden. Rudolf a szarvas, zseniális. Nekem egy darabig ezt nem tudtam egyeztetni különben, hogy ugye mondták, egyes gyerekek nálunk otthon, nálunk a télapó jött, azt hiszem, télapó. Télapó. Igen, ez a szocialista megfogalmazás. Ez volt a karácsony. Igen, és télapó. Utána hallottam más gyerekektől, akik meg valószínűleg ilyen vallásabb családban öltek, hogy jön a Jézuska. És én azt tökre nem, micsoda? Hogy jön a Jézuska? Ő hozza az ajándékot. Igen. És akkor utána már felnőtt koromban ugye lett világosabb, hogy ez felnőtt koromban megvilágosabb. Elég későn élő típus vagy. Télapó ünnep, meg fenyő ünnep, az volt még a másik. Ugye ahhoz nem volt merszük, mi a kommunistáknak se, hogy a karácsonyt úgy, hogy már eltöröljék. Ez a Sztálin zsenialitása vagy gonoszsága volt, képzeld, ő azért nagyon hívő, Isten ellenes volt, de a második világháborúban, amikor rosszra fordultak a dolgok, képzeld, félelmetes. Moszkvánál visszanyúlt. És úgy kezdte a beszédét, hogy testvéreim, bátyáim és nővéreim, és visszatért a keresztény testvési gondolathoz, meg is verték a németeket, ez döbbenete. Oroszország azért volt Szovjetunió nekem számomra nagyon fontos, mert a Tarkovszkijtól elkezdve nekünk a lelki mestereink oroszak voltak mindig. Most is Glukovszkij, hogy például mit olvassál Glukovszkijt. Hát az orosz a Norman Mailernek van egy fantasztikus könyve, a Várkastély a vadonban, az is ide kötődik, hogy sőt azt mondja Norman Mailer, hogy az orosz néplélek olyan mély és erős, hogy hiába volt ott ateista ország értett hivatalosan. Az összes fontos film ott született, szocializmusban. Nem lehetett írtani. Megpróbálták. Nem sikerült, ja. Csak eszembe jutott az, hogy az oroszok most is számítanak, mindig is számítottak. A legviccesebb az, hogy
ateisták voltak. Nem probléma. Az ateista ugyanis nagyon érdekes, tagadja Isten, tehát tud róla, hogy van. Az ateisták nem problémák. Ez tényleg érdekes. Igen. Camus a legnagyobb. Az ő fényképe ki van rakva nálam a szobámban. Ő erkölcsi alapon utasítja vissza Istent, és ebben is értek sokat. Sok nyáron voltam a Vatikánba. Hogy tetszett? Először. Hát, rengeteg turista. Ja, nem most nyáron voltam. Tavaly nyáron. Nagyon sok turista volt, és hát nagyon ez a nagyon feltűnően ilyen pompázatos tor, ilyen cicomázott. És előtte rómaiakkal beszélgettem azért, mert ugye Rómában laktunk, és azt vettem észre, hogy a rómaiak utálják a vatikániakat. És ez nem tetszik nekik az egyáltalán, hogy ők nekik ilyen külön adózás vonatkozik rájuk, meg nem fizetnek adót. Kézzel, a vatikáni szlogenben Róma, Vatikán külvárosa, így szokták elhozni őket. Viszont mondom neked, hogy amikor én Vatikánban voltam, most kimondom a nevét, mert egy Erdődi Gábornak hívták, ő volt a vatikáni nagykövet, és vele mászkáltam a Vatikánban, és egy idő után mondtam neki, hogy figyelj, én megfulladok, én ezt nem bírom. Ez nekem sok. És azt mondta, jó, Antigor, elmegyünk San Subiacóba. És elvitt Rómától 50-60 kilométerre, fú, Subiacó, néz utána, félelmetes, az a forrás, az az eredetiség, de tökéletesen megértem a turizmus, meg a pompa, meg a gics, de hát figyelj, megint azt mondom, most Ferenc pápánk van. Igen, de értem a problémát, az egész, ja. Érdekes, hogy egy mű volt, ami kivált a többiből, az tényleg az lenyűgözött, tehát képzeld, hogy ott járok a művészettörténet garmadába, és a Michelangelo-nak a Pietája, képzeld, az megütött. Megláttam, fú, anya tartja gyermekét, asz, na az hatod, de a többi nem. Elmentem Assisi-ba, ez nagyon érdekes volt, megláttam a templom erdőt, mert mondtam ott is a barátom, na ezt nem, én ezt kihagyom, de mondták, hogy ne. És nagyon érdekes volt, bementem, az elején jöttek a japán turisták, Binji, meg amit akarsz, és le kell menni Szent Ferenchez a hegy gyomrába. És nagyon mélyen, hosszan lépcsőn keresztül, közben mindenhol van egy kis kápolna. És akkor megyek lefelé, mondta az egyik ilyen jegyőr, hogy hát itt már csak a lengyelek és a magyarok szoktak lejönni. Meg a többiek abba adják, de a lengyelek, magyarok lemennek. És lementem, és akkor gyönyörű dolgot láttam. Az egyiket azt olvastam, és azért volt fantasztikus, mert nem tudom, melyik szerző írja, hogy Isten néha nagyon megtiszteli az ő szolgáit, például Ferenc esetében, amire nem találsz példát, azt írja a szöveg, hogy még Napóleonnál, tehát senkinek, hogy a barátai vannak köré temetve. A barátai, Paolo, meg a többiek. És úgy néz ki az egész síremlék, hogy egy kőkocka, amiben rá van írva, hogy Francesco, abban van egy repedés, abban egy olajág van, és három oldalról kovácsolcsvas veszi körül. És ezt látva a föld mélyében, akkor megértettem, hogy a gyökér az ilyen erős, amit fönt látszott a virágzás szinten, a templomi szinten, hát az igen, nekünk pankoknak egy kicsit sok, de a lényeg a földbe gyökeredik. Gondolom. Ezeken a helyeken különben te szoktad érezni ezt a kis sugárzást? Tehát mit tudom, Medjugorjébe, ha esetleg jártál, vagy Izraelbe, akkor Olaszországba? Toszkánában éreztem, meg Budakeszin is érzem itt a Makkos Máriánál. Igen, abban hiszek, hogy vannak géniusz locik. Tehát, vagy úgy is mondjam, ahol megnyílik a téridő bizonyos érzés szinten, de nem tudom, hogy mi. Igen, ebben hiszek a géniusz lociba. Nem véletlenül van valami ott, és nem véletlenül nincs ott semmi. Természetesen nem erre hajazok, vagy hajtok rá, hogy a környező Madonnával találkozzak, mert azzal belül is lehet. Csak mondom neked, hogy kézeld, csak hogy milyen a világ. Amikor még szopója média celeb voltam, akkor megkeresett a TV2, hogy mutassak egy kedvenc helyemet, ez a Megasztár előtt be akartak mutatni egy portréba, hogy milyen volt.
Aha, jaj. És ezek a rövid ilyen 15 másodperces. Hát igen, ilyen kis, igen. És mondtam, hogy jó, van itt két mamut fenyő, Budakeszin tényleg van, aki, hát figyelj, hogyha arra járt Kossuth, a fenyő látta. Érted? Mm. Tehát ezek ilyen több száz éves. Mm. És kivittem őket, gyönyörű fenyők az égben, több száz évesek, félelmetes volt a géniusz Loci, amikor benne álltál. És akkor kérdezte, akkor tudtam, hogy ez már nem az én világom, hogy kérdezte ott a szerkesztő, és ebben mi az érdekes? És akkor hagyod a picsába az egészet, figyelj, semmi se érdekes. Ott van egy csatorna a térbe és az időbe, megmutatod nekik, ezt kérdezik, hogy mi az érdekes, hagyjuk. Mm. Ja, azért mondom, hogy van géniusz Loci, de már szerintem senkit nem nagyon érdekelnek ezek a dolgok, hanem online vannak. Mindig nagyon vártam erre, egyéb mindig vágyom erre, hogy nekem legyen valamilyen nagyon ilyen erős, ilyen vallásos élményem különben, hogy tudod, majd ettől várom, hogy én túl megváltozik valami bennem, és akkor így jobb ember tudok. Bízzál, higgyél benne, tudod miért? Mm-hmm. Rájöttem, hogy kétféle ember van. Van, akinek erős a hite, annak nem nagyon van ilyen élménye. Képzel, nekem több is volt, mert nekem kicsi a hitem. De az Isten jó, és megsegíti az embert abba, hogy ilyen érzelmi alapú keresztény legyen. Értem, miről beszélsz, még jobban vágyál rá, és meglátod, meg lesz. A rossz hírem az, hogy ez a hit kicsiségét jelenti. Uh-huh. Úgy is mondanám, hogy enélkül nem megy. De kézzel, az a baj a jó Istennel, hogy mindig az utolsó pillanatig vár. Az félelmetes. Nem adja soha könnyen, soha gyorsan. Olyat ismersz egyébként, akik nagyon sok hosszú időt eltöltöttek az egyházon belül, vagy nem tudom, igen, mint hívő mondjuk akár, és soha nem volt ilyen élményük, és az egész életüket végigjárták templomba, meg végigimádkozták, és erre vártak, és nem következett be. Igen, a lelki száradtság az nagyon nehéz, érdekes kérdés. Képzeld el, nem tudom, hogy alakult, de végül most már biztosan állíthatom, hogy az összes szentek, összes írások és szövegek elolvasása után azt mondhatom, hogy Teréz anya lett a legfontosabb számomra. Mm. Ez azért nagyon döbbenetes, megmondom, hogy külsőleg soha nem választottam volna. Nagyon csúnya nőnek tartom. Egyszerűen vállalhatatlan. Pici. És képzeld el, végül ő tisztelem a nők között a legjobban a világon. Még Mária Magdalénánál is, bár itt azért játékon. És ő úgy hívta magát, hogy a sötétség szentje. Képzeld el, elolvastam mindent róla, elolvastam a naplóját, az nagyon fontos volt a naplója. Egyébként nem ír jól, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy nagy élmény olvasni, de annyira fontossá vált. Meg kell mondanom, figyelj, én azért vagyok takarító, mert ő neki ez volt a dumája először Indiában, amikor ott hagyja a szerzetes rendet, hogy bekopok, hogy kitakaríthat-e. Ezt mondja egy néninek. Ha akarod, elmondom a történetet, csak nem szabad elsírnom magam, mert ezen néninek, amikor bement a szobájába, akkor ott volt egy lámpa, de sötétben volt, meg kosz volt. És kérdezte, hogy fölkapcsolhatom-e a lámpát. Mondta a néni, hogy minek. Értem, aki depressziós, mi a fasznak lát bármit is. És képzeld el, eltelik olyan 40-50 év, mert hossz szegény, na mindjárt mesélek a sötétség szentjéről. A halálos ágyán, képzeld el, most ki kell bírnom sírás nélkül, kapott egy táviratot. Ez a néni üzente, és az volt a távirat, hogy ég a lámpa. Figyelj, olyan visszaigazolásokat kapott a Istentől, még kettőt elmondok, és ennek ellenére a sötétség szentjének hívta magát, mert hiába voltak bármiféle élmények. Hiába. Például azt gondolta, hogy nem is szereti, nem is hiszi az Istent. Ezt én nem is tudom, ez pokoli lehetett így élni. Közben csinálta, amit csinál. Na, még egyet elmesélek, mert ez félelmetes. Ő látomása volt, egyszer volt látomása, egyébként egyszer egy ilyen látomása, azért kell vágynod rá, mert egyszer van, onnantól nem számít az idő. Hála Istennek, egyszer nekem is volt. Hogy megjelent neki Mária, és azt mondta, hogy hozz hozzám a kicsineket. Ez megjelent álmában, és innentől indul el az ő története. Na, ezt ő soha nem mesélte el senkinek. Az az érdekes, hogy már áll ez a rendje, ez a Teréz anya nővérei, gyűjtik össze az éhezőket, szegényeket, stb., de ő neki nincsen vallásos érzülete,
nem érez semmit. Csinálja, de hát az Isten szereti őt, azt nem is gondol rá semmit. Ezt érzi, gondolja. Velszben van egy pap, aki lát egy álmot. Megjelenik az álomban egy angyal, és azt mondja neki, hogy mondd meg Teréz anyának, hogy hozza hozzám a kicsinyeket. Másra fölkel a pap, hát azért nem hülye, az ember sok mindent álmodik, nem érdekes, megyünk a dolgokra. Még kétszer álmodja, a harmadiknál megírja a levelet. Ő nem ilyen misztikus pap, hisz Istenbe, stb. Stb. De hát három után most már el kell mondania, hogy bár ő nem ismeri Teréz anyát, de hogy ez történt, ezt áll. Megkapja ezt a levelet a hívásos mondatával, Teréz anya, vasárnap, és akkor írja is, hogy most jó egy kicsit. Hétfőn meg ugyanaz. Ez föl, nem szeret engem az Isten. Hogy alakul ki ez, érted, ez a... nem tudom, de több ilyen szent van, aki kiszenteréz. Kiszenteréz, az nagyon beteg pervers történet, érted, mert ő meg akart nagyon korán halni, annyira szerette az Isten, de azt gondolta, hogy ő nem, igen, a példa, azt mondom, hogy igen, van lelki száradság, keményebb, hosszabb út, messzebb is vezet. Nem tudom, mi az oka, miért kell, de valamiért kell. Nekem, igen. De nagyon vágyja. Mert az élmény alapú kereszténység az könnyen megdől, tudod? Én azért nagyon könnyen eltörök, pont azért, mert állandóan megerősítésekre van szükségem. Erősebb az a hit, akinek nem kell ennyi megerősítés. Uh-huh. De Isten jó, és a gyöngetségemet is elfogadja. De vannak ilyenek, az kétségtelen, nem tudom tagadni. Uh-huh. Nem szívesen beszélek róla, ez az érdekes, hogy nem szívesen beszél az ember róla, egy olyan környezetben, ahol nem hisznek se a csodába, se a látomásba, se a szentségbe, stb. Van egyébként olyan, szoktál járni? Misére nem jársz, gondolom. De jársz. Annak ellenére, hogy keresztények vannak a templomban. Oldalkodok is. Én is azért nem nekem szeretek. Nekem ez probléma. Akkor... Én egyedül szeretek lenni legjobb a templomban. Jó, értem, a testvéreim problémák, de ez az én problémám, hogy nem tudom elfogadni őket. Az lehet, hogy antiszociálisak vagyunk mindeket. Igen, félek. Szerinted mi a karácsonynak így a fő üzenete egyébként, amit így az emberek... Szerintem az emberek nem nagyon gondolkodnak ilyenek, mikor karácsonyban. Milyennek? Mit ülnek? Nem. Hát a nap leköti őket az összes stresszével, meg mindennel együtt. Tehát az a baj, hogy lássuk karácsonykor az idegesség miatt kevésbé szeretik egymást. Tehát pont fordít, minden fordítottjára fordult. Hát nagyon, nagyon sajnálom. Nem, semmiben nem hasonlít. Nem. Ha igen, az mindig jó hír, de hát inkább az, hogy gondold el, hogy egymás megajándékozása milyen nehéz pszichológiai feladat alá vagy fölé berúgnak az emberek, van, aki öngyilkos lesz. Nem. Hát ennek... De mindegy, hát emiatt nem lehet lemondani a Jézus születésének ünnepléséről. Hát leadják a betörők, reszkesetek betörőket. Aha. Tulajdonképpen már van benne valami nagyon finom retro feeling. Igen. Tehát a reszkesetek betörő örökké, nagyobb örökké valóság, mint Isten. Ja. Nekem volt egy ilyen szintén hasonló, az, amikor a karácsonyi dalokat énekelt Viki Dál, Varga Miklós, meg nem tudom kicsoda, és ilyen műhabba jártak, az volt, hogy a hóvalmi stúdióba, és ezt minden évben lenyomták. Én ezt vallási pornónak hívom, és abszolút értelme gondolom a pornót, nagyon hasonlít hozzá. Még abban a folyamatos önkielégítés zajlik, vagy aki az örömök, igen. Nincsen benne csendben, semmi. Ja. Az érdekes, a Baki lett a nevem, és most már beletörődtem a hiba. És ha Isten megtart hibának, akkor így szívesen meghalok. Tehát az, aki mindig hibázik. Tehát ezt most leadott karácsonykor, most érted, hát most ezzel kit szolgáltál? De veled jó beszélgetni, érted? Szóval nem, Baki, hát, aki hibázik. Várjál, pozitívat mondunk, várjál.
nem egyszerű. Bulád mondja, egyébként ő a kedvenc filozófusom, Henri Bulád, tényleg őt csúsztatom, hogy ő mondta, hogy a jó hírek nincsenek, vagy ha vannak, azt nem figyeljük, emiatt elkezdtem figyelni a jó híreket. Képzeld el, amikor ilyen szűken figyeltem, mint újságíró, akkor hát egy hét alatt egy-két jó hírt találok. Mondok egyet, például egyszer láttam egy felvételt, hogy a Hongkongban valaki beesett a metró elé, és miért jött a metró, valaki kikapta egy pillanat alatt. Ez jó azt hír. Azt hiszem, hát, láttam én is. Ez ugye, láttam, akkor örülök. Tehát láttál egy jó hír. Nincs. Van jó hír ebbe a pandémiába, hát ha hazahozta a fogyasztói társadalmat, az lehetséges. Nem tudom. Ennek van értelme a helyi gazdálkodásnak, érted? Tehát az, hogy a klíma probléma, a pápa is azt mondta, hogy a klíma problémára válasz a Covid. Halottak vannak, ugye azért nem lehet nagyon tapsikolni, de mondom neked, hogy valamit biztos, hogy ha viszont nem hagyjuk abba, akkor az ember meg megérdemelte az apokalipszist. Tehát tényleg le kell mondani arról, hogy ilyenkor narancsot együnk. Én benne vagyok ebben, mondjunk le, majd eszünk narancsot nyáron. De nem fog menni a dolog, mert ma is láttam egy ember összegerevészte a faleveleket. Én egyszer lementem, mondtam neki, hogy ezt abba kéne hagyni, mert el fog pusztulni a földünk, hogyha nem hagyjuk úgy. És ma is gerevészte a faleveleket. Az nézetelt, hogy passzról beszél ezzel. Arról beszélt, hogy a földbe vissza kell kerülni azoknak az nyersanyagoknak, amik a körforgásban vannak. Azokat összegyűjtött, kivonod, akkor nem biztos, hogy jól jársz. Ő totál nem értette. Ő azt gondolta, hogy nem vagyok a rend pártján, vagy az esztétika pártján. És nem akarta mondani, hogy én a bolygó pártján vagyok, de nem tudom, mi a vége. De tudom, János evangélium szerint apokalipszis lesz. Tehát mi katolikusok, igazi pánkok vagyunk, el fogunk pusztulni, azt tuti. Ne kételjünk, ne legyen, csak ebbe bízunk, hogy a homlokukon jel van. Isten szétválasztja az ocsut és a búzát, tudod, ilyen vannak ilyen jó ígéretek a végén. Na, akkor köszönjük szépen neked, Tibor, hogy velünk voltál, vagy velem voltál, és megosztottad itt a gondolataidat. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek otthon. Én is köszönöm, boldog karácsonyt mindenkinek.